Na mit is akartam mondani? Szar a hajam már megint, és tudom, le kéne vágatni, de tegnap voltam egy plázában, és még egy ideig nem. Sokan vannak, sok. Viszont amikor jöttem hazafelé, észrevettem, hogy burjánzik a plakát biznisz. Itt van az egyik. Nem marad köztetek. Gyönyörű, szép hattyú, formájú, vízibiciklin, vízibicikliznek nyáron, vagy tavasszal, két férfi, és sugdolóznak, és nem arról beszélnek, hogy melyik nőt dugnák meg. Valószínűleg erre utal a plakát, hanem azt mondja, akkor is szem előtt lehet, egy k***a nagy hattyú formájú vízibiciklin a tó közepén, nyilván, amikor legkevésbé gondolnád. Következő mondat. Ha kártellezel, a felelősségre vonás elkerülhetetlen. Új mondat. Engedményességi kérelemmel most még megúszhatod. Gazdasági versenyhivatal. De ne menjünk el amellett, hogy elmegyünk a plakát mellett a 47-es villamos megállójában, ahol néni tolja a cekkert a répával meg a karalábéval. Ő vajon kártellezik? Aztán megy a diák, éppen arra gondol, hogy negyedikén már suli van, és úristen, mit nem készített el a téli szünidőben, ő vajon kártellezik? Megy az átlag magyar választópolgár, éppen számogatja a pénzét, hogy mennyi maradt meg karácsonyról, ő kártellezik? Mi az üzeneted? Az, hogy ha kártellezel, és adsz belőle nekem pénzt, akkor most megúszod. Jó, akkor azt mondjuk hirdessük a HVG-ben, vagy a Forbes-ban, vagy mondjuk célzott hirdetésekkel neten a cégeknek. Ne. Ott hirdessük, ahol a legtöbb ember megy el. Hol megy a legtöbb ember? A tömegközlekedésen. Erre mondom én azt, hogy Jesus motherfucking Christ. A következőt azt ki is raktam Facebookra. Tumblr-ön találtam, by the way. Lehet, hogy sokakat untatnak ezek a marketinges anomáliák, de engem úgy izgatnak. Mini G. Szóval Mini G blogjában találtam a következőt. Look at this. Mit mond a plakát? Apának lenni... Jó. Bár nincs gyerekem, csak dömperem. El tudom azt képzelni, hogy vannak apák, akik azt mondják, hogy apának lenni szar. És bemegy a kocsmába, és azt mondja, hogy apának lenni szar. És ne próbáljátok ki, mert it's a trap. Szerintem ez az emberek 99%-ára nem jellemző, a másik 1% az meg alkoholista a kocsmában. Apának lenni jó. Evidencia az ég kék. 2016, a plakát továbbra is azt mondja, hogy 2016-tól nő a két gyermekes családok adókedvezménye. Az tök jó, mert a plakáton szereplő apának lenni jó, k***ára megszopta, mert hiszen csak egy gyerekkel játszogat. Szóval haver, ez rád pont nem vonatkozik. De, kedves plakátolvasó, ha neked két gyereked van, akkor örülhetsz, mert ha mondjuk nem tetszik az apaság, akkor több pénzed lesz elverni a kocsmában. Win-win, yes! Hoppá, gazda, tévében megment egy jó kis Vertigo, imádják. Az RTL klubnak az operatői imádják a vertigózást. Nagyon nehéz megcsinálni, majd megmutatom, hogyan kell, de... Miért? Van egy ilyen szal... Na mindegy. Család barát az ország. Hát ebbe is belegondoltam. Találos kérdés, gyerekek! Van-e olyan ország a Földön, amelyik nem család barát? Hanem azt mondja, hogy széjjel választom a családtagjait, sőt, olyan törvényeket hozok, hogy véletlenül se családosodjanak el az emberek, hanem inkább legyenek szinglik, azt vágjunk bele a jövőbe, vegan a GDP termelés oltárán. Nem költői kérdés volt, b***dékok, ilyen ország nincsen. Tehát akkor a mondat így hangzik, Magyarország és családbarát ország, és ott az is. És a nyomdás így azt mondta, hogy úgyse veled megnyomni a gombot, de legyártottam 6000-et, nem baj, rakjuk ki, úgyse veled kirakni, de ezt kirakta. Mondjuk azt, hogy láttam már hozzáértő marketingest, nagyon bátran, határozottan kezdjük el hirdetni azt, hogy levegőt venni jó, meg azt, hogy igyál vizet, meg azt, hogy fel a fejjel, lesz még hónap.